Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amely mennyit megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Bahreini gimnáziádéra készül a nyírbátori úszó Antal Dávid. Sorozatban 5. győzelmét aratta az A-Studio Futsal Nyíregyháza. Megszerezte 4. győzelmét a bajnokságban a sényői futballcsapat. Döntetlennél zárta le vereség sorozatát a nyírbátori férfi kézilabda csapat. A Bahreini gimnáziádéra készül Antal Dávid. A nyírbátori úszó nyáron 200 méter pillangón harmadik lett, a vilniuszi ifjúsági Európa-bajnokságon, a serdülő országos bajnokságon pedig 8 alkalommal állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Eleinte úgy álltunk oda az ifi EB-re, hogy a legjobb 8 megpróbálják benne lenni a 200 pillén, a többire nem is annyira számítottunk. Ehhez képest ezt túlszárnyaltam, mivel ifi EB-n ugyebár harmadik lettem 200 pillangón, a 50 pilléből A-döntőztem és 7. lettem, 100 pilléből pedig 9. lettem és B-döntőbe jutottam. A országos bajnokságot nézve úgy álltunk oda, hogy 10 számot mind a 10-et le fogjuk úszni, ahogy sikerül. Úgy 5-6 aranyra számítottunk, de ezt is felülmúltam. 8 arany lett belőle, 1 ezüst és 1 bronz. Tekintsük egy picit vissza, mikor kezdtél el és milyen motivációval úszni? 5 évesen kezdtem el úszni, eleinte fociztam, de így átmentem úszásba, mert úttalpas voltam, és ebből alakult ki nekem az egész úszás. Mi az, ami itt tartott a úszodában, a medencében? Valamilyen speciális vonzalmam volt így a vízhez, mindig azt éreztem, hogy jól esik az úszás, kikapcsolódok vele, és jobban át tudom gondolni a gondolataimat akkor. Az ifi EB kapcsán is, aztán az országos bajnokság kapcsán is emlegették veled kapcsolatban Milák Kristóf nevét, hozzá se jutottak részidőt, időt. Milyen érzés az, hogy a jelenlegi legsikeresebb magyar úszóhoz hasonlítanak? Elképesztő érzés volt szerintem, főleg azért, mert ugyebár Milák Kristóf világrekordtartó, nem is egy gyenge idővel, 1.50-es idővel, ami senki nem tudott ilyet úszni, és ez nagyon úgymond felszabadított és nagyon jó érzés volt. Említetted, hogy 10 számot úsztál az OB-n. Melyik a kedvenc számod, melyik a kedvenc távod? A 200 méter pillangó volt ugyebár a legfőbb számom, de most azon vissza kellett fogni magamat, mert egy nap 3 versenyszámot úsztam, ami nagyon erős volt szerintem, főleg úgy, hogy között olyan 10-15 perc pihenőim voltak. Ilyen eredményességű kaliberű úszó jelenleg nincs itt Nyírbátorban. Okoz-e az nehézséget, hogy nincs mondjuk 2-3 olyan edzőpartner, akivel húzhatnátok egymást? Szerintem nem okoz semmit. Ugyanúgy tudok velük úszni, max kitalálunk valamit, hogy ameddig én pillézek, ők gyorsaznak, vagy kevesebbet úsznak, vagy ugyebár ott van az óra is, amit tudok nézni végig, ugyanúgy magam ellen úszni. Ebben az évből is van még hátra néhány hónap. Milyen versenyek várnak még rád? Lesz ugyebár a bahreini versenyünk, ez a gimnáziáda, az a neve, ez a gimnazisták világbajnoksága, meg lesz nekünk a rövidpályás országos bajnokság, meg a felnőtt rövidpályás országos bajnokság. Gondolom a korosztályos világversenyeket tekintve jövőre azt követően nem kérdés, hogy ott leszel, ha ilyen eredményeket úszol, távlatilag milyen céljaid vannak a sportágban? A jövő évet speciálisan nézzük, ugyebár megpróbálom, vagy szerintem egy ifi EB-n egy aranyat jó lenne hozni. A ifi VB kapcsán a legjobb 8-ban megpróbálnék benne lenni, és ha távoli célokat nézni, a 2028-as olimpiára kijutni, és a legjobb 8-ban benne lenni. Minden sportágban az edzők álma, hogy egy csiszolatlan gyémán kerüljön a kezei alá. Te mikor vetted észre, Dávid, hogy tehetségesebb a többieknél? Igazából már az oktatási időszak alatt. Tehát amikor elkezdtem tanítani úszni, akkor látszott, hogy sokkal fogékonyabb, hamarabb tanulja meg a dolgokat, mint egy más átlagos gyerek. És nagyon haladt, tehát könnyű volt a vízben, nagyon hamar elsajátította azokat a dolgokat, amiket más gyerekkel hetekig, hónapokig gyakoroltunk. Tehát azt mondom inkább, hogy a technikai dolgokat nagyon megjegyezte, és ezt nagyon jól rögzítette. És mondom, haladt a vízbe, tehát hamar kirajzolódott ez a történet, mert a versenyeken meg egyből úgymond győzedelmeskedett is. Az úszás egy nagyon munkás sportág, úgy kell adagolni a terhelést fizikálisan és mentálisan is felépíteni a gyereket, hogy bírja és fejlődjön. Ott tart Dávid most 16 évesen, ahol kell. Igen, ennek nagyon örülök, hogy a kezdetektől én vagyok vele, tehát azt képvisel, amit én is, tehát ő mindent tanult, mindent mai napig úszik, mind a 4 úszásnemet és a vegyest is. Ez látszik abból is, hogy nyáron például a vegyes számokat is simán megnyerte a magyar bajnokságon, óriási fölénnyel. Úgyhogy ugyebár ő a pillangóban a legeredményesebb nemzetközi szinten.
Úgyhogy mai napig azt gondolom, hogy az a helyes út, hogy mindent kell neki úszni, mert még mindig nem mondhatjuk azt ki, hogy ő egyébként pillangó úszó. A magyar mezőnyben ez egyértelműen látszik, a nemzetközi mezőnyben pedig továbbra is az a feladatunk, hogy a pillangó számokat úgymond hozzuk. A Vilnius jelvén szerzett bronzérme, mint egy picit meglepte volna még a szakmát is, viszont az biztos, hogy országos publicitást kapott, téged mennyire ért váratlanul? Hát ez egy szenzációs dolog volt, tehát ott kint Vilniusban ezt végignézni, háromszor úsztuk ezt a távot, ezt a 200 méter pillangót, tényleg akkor ő még 2 évvel fiatalabbként. Most először láttuk, hogy mit tud a Európa, tehát mit tud a más nemzetek, hogy úsznak, és elképesztő volt. Tehát ha csak a döntőt nézem, még most is kiráz a hideg, tehát az utolsó 50 méterén a legjobb 50-et úszta Antal Dávid, és 20-századdal kapott ki, úgyhogy 20-század kellett volna ahhoz, hogy ő megnyerje, ne bronzérem legyen, és elképesztő nagy verseny volt. Szerintem ez az 1.57-es idő, ez borzasztóan erős, tehát ez még jövőre is jó lesz az idő. Én nagyon bízom benne, hogy Dávid fejlődése töretlen lesz, ugyanúgy dolgozik, ugyanúgy alázatosan bele fog állni a munkába, és jövőre, tehát 2025-ben már az IFI EB-n és az IFI VB-n is fogja hozni ezt az időt, vagy remélem jobbat, úgyhogy ezen dolgozunk most, hogy megtartsuk ezt a színvonalat. A vidéken feltűnik egy tehetség bármilyen sportágban, azért egy idő után nagy a csábítás a fővárosi klubok egyesületek részéről. Tapasztaltatok, vagy éreztek-e már ilyet? Meglepő a válaszom, szerintem egyelőre még nem. Tehát Antal Dávidot mindenki ismeri az úszósportban, minden gyerek, minden szülő, minden edző. Egyelőre még nem keresett meg minket klub, legalábbis engem még nem. Dávid inkább külföldi megkeresésekről számolt be nekem. Én úgy gondolom, hogy még most ez az időszak az nem erről szól, hogy úgymond elcsípjük az ilyen úszókat, most hagyni kell minket dolgozni, az, hogy később majd hova sodor minket a szél, vagy hova sodorja Dávidot a szél, azt majd meglátjuk, de én úgy gondolom, hogy még le kell tenni az asztalra pár dolgot ahhoz, hogy ez a gyerek innen mozdítható legyen, mert szerintem nem szabad még mozdítani. Végezetül beszéljünk egy picit az egyesületről, milyen körülmények között, mennyi gyerekkel, mennyi edzővel dolgoztok. A Bátori Sárkányi Úszó Egyesület 2010 óta végzi a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben az edzéseket. Tudatosan építkeztünk, elkezdtük az amatőr úszást, a hobbi úszásokat, és esélyt adtunk igazán tehetséges gyerekeknek is, hogy tudjanak hol edzeni. Ez mai napig megvan, körülbelül 100 gyerek van a rendszerünkben, ezek közül 10 gyerek van, aki élsportoló, körülbelül 40-45 gyerek van, aki rendszeres szinten tehát úszik, tehát edzés jelleggel úszik heti 3-szor, és vannak hobbi úszóink, akik hétvégén úsznak heti 1-szer. Úgyhogy megpróbálunk minden igényt kielégíteni, szerintem a klubnak ez a legfontosabb feladata, és ha már rátaláltunk egy ilyen csiszolatlan gyémántra, akkor addig neveljük, addig támogassuk, ameddig ő itt van. Ez a mi feladatunk. Sorozatban 5. győzelmét aratta az A Studio Futsal Nyíregyháza. Lovas Norbert együttese az NB1 9. fordulójában 5-3-ra győzött a Veszprém otthonában. A mostani meccsek azért már jól sikerülnek. Szezon előtt voltak problémáink, aminek már tudjuk az okát, hogy későn kezdtünk, később tudtunk összeállni, illetve a sorsolásunk is nekünk volt a legnehezebb, akikkel játszottunk, tehát a top 4 csapat. Ők sokkal hamarabb kezdtek, nekünk itt az előző szezon véget, mi egy kicsit később álltunk össze. Ott egyébként egy ilyen 3-4 ponttal terveztünk többet, a realitás talaján maradva. Sajnos nem jött össze, viszont ott volt komoly elbeszélgetés a játékosokkal, illetve a vezetők részéről is volt felémjelzés, hogy próbáljuk már összerántani a brigádot, mert ennél sokkal többre vagyunk hivatottak, és úgy néz ki, hogy most én is azt tudom mondani, hogy jó úton vagyunk, és most tényleg elkaptuk a fonalat. Ez az eredmények gondolom párosulnak a jó játékkal, de az eredmények mellett a játék is javul? Igen, Veszprémben például már egy nagyon-nagyon taktikus és érett futcát mutattunk be. Megnyertük ezt a meccset, aminek külön örültem, mert igazából az eddigi sikereink azok alattunk lévő csapatoktól, illetve gyengébb csapatoktól szereztük meg a 3 pontot, de most egy igazi rangadót nyertünk, és Veszprémben nyertünk, hál' Istennek, ami nagy fegyvertény. Javuló játékot mutatunk, így van, tehát azok az elképzelések, amit gyakorlunk hétről hétre,
azok megjelennek a meccseken, itt ezt tudom mondani példának a Nyírbátor elleni vármegyei rangadót, azt egész szépen sikerült lehoznunk, rendkívül magas szintű védekezést mutattunk be, és abból könnyű gólokat szereztünk. Próbáljuk, csiszolgatjuk a játékunkat, vannak még hibák, főleg egyéni védekezésben, csapatvédekezésben már azt mondom, hogy kevesebb, de azért a statisztikai mutatóink ki nem kényszerített hibába és labdavesztésekbe az még mindig magas számot mutatnak, egy megnyert meccsen is, és igazából erre helyezem a fő hangsúlyt, hogy ezeket minél jobban a nullához közelítsem. Volt versenyben a legtöbb voltunk, tehát az eddigi 9 fordulóban majdnem 5-ös meccsenkénti átlag, maradt még függetlenül a srácokban? Bízom benne, hogy maradt. Tényleg most egy jó szériában vagyunk, és azért szerzünk ennyi gólt, mert amit kérek tőlük, hogy passzolják le egymásnak. Teljesen mindegy, hogy kiszerzi a gólt, a csapat fontos, a csapat nyer, a csapat veszít, és tényleg üres kapus gólokat lövünk, aminek nagyon örülök. Jó formát is mutatunk edzéseken is, rendkívül az edzés munka, és úgy néz ki, hogy megtaláltam azt a két sort, akivel tudok a szezonban végig játszani. Értelemszerűen, hogyha van betegség, piros lap, eltiltások, stb., akkor itt változik a helyzet, de meg vagyunk. Most még van két meccsünk, Budapesten játszunk a TF ellen, és a hazai pályán fogadjuk a Debrecent. Ezt a két meccset, hogyha lehúzzuk, behúzzuk, akkor azt mondom, hogy 7 győzelemmel azért ez a realitás most nálunk. És utána pedig kezdődik a második kör, amiből ugyanannyi meccset meg kell nyerni ahhoz, hogy a felsőházba kerüljünk. Voltak a válogatottnál is nyíregyházi játékosok, ami mindig elismerés egy klub számára. Ez egyenes következménye az eddigi szereplésnek? Igen, figyelik a nemzeti együttesben a szakmai stáb a játékosokat, egészen B1-be, és van több kiszemelt is tőlünk is még. Ott még várnak egy kis formajavulás, de ez jó visszajelzés egyébként, hogy behívnak játékosokat. Szerintem jól is játszottak most ezen a két meccsen, az első meccset a helyszínen tekintettük meg Hepp Tamás ügyvezető úrral, és jó játékot mutattak, talán a második meccsen is sikerült gólpasszokat szerezniük, szóval jó formában mentek el, és úgy is jöttek vissza, és a Veszprém ellen is nagyon jó játékot mutattak, aminek külön örülök, de akkor lenne igazán jó, hogyha egy 4 ember tudnánk adni a válogatottnak, mert akkor az egy sort jelentene, és ez is a célunk. Lovas Norbertre is beszéltünk arról, hogy minek köszönhető, hogy a gyengébb kezdés után az elmúlt 5 meccsen győztetek. Te a pályán belülről hogyan láttad, minek köszönhető ez? Nyilván jöttek új játékosok, akiknek be kellett épülniük, nyilván ez időbe telik minden csapatnál, de most úgy érzem, hogy kezd összeállni az a játék, amit a mester is szeretné, és mi is szeretnénk, amit kitűrünk magunkból, szóval szerintem ez volt a titka, hogy összejött a játékunk. Mennyire építik a győzelmek a csapatot, a közösséget? Nyilván minden győzelmet ugye meg is kell ünnepelni, szóval ezek nagyon építik a csapat kohézióját, szóval ezen az úton szeretném tovább menni. Ott voltál a válogatottnál, milyen élmény volt? Nyilván mindig nagyon jó érzés a válogatottat képviselni. Igazából egy hetet voltunk Szombathelyen, ahol osztrákokkal játszottunk két meccset. Szerintem mind a két meccsen domináns jó játékot játszottunk, és sikerült mind a kétszer nyernünk. Téged mennyire inspirál egy válogatott meghívó? Minden játékosnak ugye elmondta, hogy ez az álma, hogy egyszer a válogatott színeit felhúzhassa magára. Szóval nekem is ez volt a nagy cél, amikor futszálozni kezdtem. Szóval nagyon jó érzéssel tölt el, hogy számít rám a szövetségi kapitány. A következő fordulóval a sereghajtó TFS-éhez utaztok. Azt szokták mondani, hogy mindig a legkönnyebbnek tűnő meccsek a legnehezebbek. Milyen mérkőzésre számítasz? Nőket lesz a legnehezebb legyőzni szerintem, mivel nekik igazából mindegy. Nyilván nem mindegy az eredmény, de hogy igazából utolsó helyen vannak, szóval igazából nekünk kell átvennünk a játék kezdeményezését, szóval erre is fogunk szerintem készülni. Megszerezte 4. győzelmét a Sényi futballcsapat. Kapacina Valer együttese az NB3 északkeleti csoportjának 11. fordulójában Tiszafüreden nyert 2-1-re. A sorsolásunk az nem volt egy egyszerű. A mutatott játékkal elégedett voltam már akkor is, hiszen a Deac ellen is azt gondolom, hogy nekünk több lehetőségünk volt, mint a Deacnak. A Putnok ellen ott, a második félidőben abszolút beszorítottuk őket. Sajnos ez még akkor nem párosult eredménnyel.
a bajnokság közepe felé azt gondolom, hogy a kötelezőnek mondható meccseket azokat sikerült megnyernünk. Most pedig a hétvégén a Tiszafüreden otthonában egy bravúrt sikerült csinálnunk, hiszen a Tiszafüred otthon még nem pontot se vesztett, gólokat is általában minden meccsen 3 gólt rúgott hazai pályán. Most ez sikerült nekünk leminimalizálni az ő szempontjukból a rúgott gólt, és hál' Istennek egyet többet rúgtunk, mint ők. Az NB3 lehet mondani ilyen fél profi, fél amatőr bajnokság szint, vannak, ahol tanulnak, dolgoznak a játékosok, vannak, ahol csak azzal foglalkoznak, tehát a futballal. Nálatok mennyiségben, minőségben, hogy néz ki most már, milyen a keret, hogy látszik így 9 forduló után? Hát azt gondolom, hogy ugye nálunk is szinte mindenki dolgozik mellette, vagy tanul. Ez általában a hét elején, a hétfő edzéseken próbálták úgy alakítani a játékosok és mi is, hogy az egy regeneráló edzés, akik nem tudnak részt venni rajta, azok becsületesen megcsinálják külön. Azt gondolom, hogy minőségben a tavalyihoz képest tudtunk erősödni, jó játékosokat tudtunk igazolni, azért tudtunk a Vasas Akadémiáról megszerezni játékost, aki ugye húzó ember a csapatnak, a góllövőlista élmezőnyébe tartozik. Azt gondolom, hogy a Csáki Berci is Újfehértóról egy csiszolatlan gyémánt és nagyon nagy erőssége a csapatunknak. A régiek, a mag, ami megmaradt, az pedig azt látom, hogy élvezik az egész edzésmunkát, a bajnoki ritmust is, és egy tök jó kohézió alakult ki az öltözőben, ami eredményességben meg is mutatkozik, hiszen látszik, hogy a fiúk élvezettel járnak edzésre. Nemrég még a pályán voltál a társaid között, most a pálya mellől irányítod őket, nem bizsereg néha meccs közben a lábad? De megmondom őszintén, megfordult már egyszer-kétszer, hogy becserélem magam, de nyilván ez egy, amit említetted is, ez egy fél profi osztály, nem biztos, hogy ez túl jól néz neki. Kicsit tartottam az elején attól, hogy milyen lesz az átmenet, hogy hogyan fogadnak el a srácok, de amikor én ezt elvállaltam előtte, azért a rutinosabb játékosok véleményét kikértem, és ők bátran bíztattak, hogy ezt a feladatot vállaljam el, és azt gondolom, hogy tök jól együtt tudunk dolgozni. Fényűn az elmúlt években mindig az volt a cél, hogy egy számjegyű legyen a helyezés, most a 9. helyen álltok, hétvégén a DVTK2 érkezik, meg lehet-e tartani a téli szünetig ezt a pozíciót, vagy előrébb lépni esetleg? Igen, erről beszéltünk az öltözőbe is, hogy nem szeretek közhelyeket pufogtatni, de ennek a tiszafüredi győzelemnek akkor van jelentősége, hogyha a Diósgyőrt itthon meg tudjuk várni. Nem lesz egy egyszerű mérkőzés, hiszen tudjuk, hogy a második csapatoknál nem tudhatjuk, hogy pontos összeállításuk milyen lesz az adott mérkőzésen a visszajátszók miatt. Mindenképp úgy készülünk, hogy nyerni szeretnénk, nem lesz könnyű mérkőzés, de a csapatnak a célja az, hogy a téli szünetre úgy menjünk el, hogy az első egy számjegyű helyezésen áll a tabellán. A 12. forduló további párosítása a következő: Deac Kisvárda 2, Nyíregyháza Spartakusz 2, Eger, Cigánd Salgótarján, Füzesabony Karcag, Tiszaújváros 60, Putnok DVSC 2 és Máté Szalka Tiszafüred. Megszerezte első pontját a bajnokságban a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Réki Tamás együttese az NB2 D csoportjának 5. fordulójában hazai pályán a Deac 2-vel játszott 33-33-as döntetlent. A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, közel negyed órának kellett eltelnie ahhoz, hogy a nyírbátor utolérje a fiatal debreceni csapatot. A szünetig aztán felváltva estek a találatok, a nézők összesen 37 gólt láttak, 30 perc játék után a Deac 2 vezetett 19-18-ra. Fordulás után átvették a vezetést a bátoriak, s ő szép lassan 5 gólos előnyt épített fel a házigazda. 8 perccel a meccs vége előtt még 4 gól volt a hazai előny, amely aztán fogyni kezdett. A vendégeké volt az utolsó támadás, aminek végén időn túli 7-est kaptak. Felföldi Róbert azonban védeni tudott, itt Réki Tamás együttese ugyan az első győzelmének nem örülhetett, de megszerezte első pontját. Ilyenkor nehéz eldönteni, hogy félig tele vagy félig üres a pohár. Így lett igazságos, szerintem. Igazából Debrecen azt játszott, amit vártunk tőle, tudtuk azt, hogy tudnak jól védekezni, nyitottat is első fél időben. Úgy gondolom, hogy jól reagáltunk támadó játékba.
de rosszul védekeztünk. A második félidő első 10-15 percében jól védekeztünk, jól támadtunk, de aztán a sajnos 4-5 gólos előnyünk, nem tudom, volt-e 5, de szerintem volt. 5 gólos előnyünk, de ott jöttek azok az egyéni hibák, ami sajnos most nem fér bele. Tehát úgy olyankor valahogy úgy éreztem, hogy egyénileg akarunk megoldani, és taktikailag fegyelmezetlenek voltunk. Sajnálom, mert egyébként egy elerő meccs volt. Legutóbb, mikor beszélgetünk, azt mondtad, hogy van pár dolog, amiben előre kell lépni. Történt előrelépés? Úgy gondolom, hogy a párkapcsolatokban volt, de viszont az utolsó 10 percben megint sajnos lehet, hogy fáradtság is fizikai vagy mentális, nem tudom. Tehát megint álltunk a támadó játékunkban, a labdanélküli mozgás elmaradt. És labdanélküli mozgás elmaradt, nem tudtunk segíteni a társunkon, ezért volt ez a sok kikényszerített lövés, ami egyébként helyzet nélküli volt. Amellett sajnos viccerek maradtak ki ismét, ugye volt egymás után 3, ez valahogy most ilyen balszerencsés dolog volt, Isten azt, hogy nem fogja a kezünket, de küzdöttek a srácok, tényleg mondtam nekik, hogy emelt fővel jöttünk le, igazságtalan lett volna, úgy gondolom, hogyha kikapunk, nem érdemeltünk volna vereséget, ezért jár az elismerés a csapatnak, most azok a meccsek vannak, hogy nyerni kell, most egy pont sikerült, de ennek is örülünk, jövő héten próbálunk javítani. Kisvárdára utaztok, ott milyen meccsre számítasz? Most még nem tudom, mit játszott a Kisvárda, ők is pont nélkül álltak a forduló előtt. Így van, a Hajdunánással játszották most a aktuális fordulójukban a mérkőzésüket. Végül is most nem is az, hogy mindegy, nyilván 0 ponttal voltak, kiki mérkőzés az is, ugye rájátszásos rendszer van, minden mérkőzésnek nagyon fontos szerepe lehet. Ha a VIP pontban, nyilván mi nem tettünk le arról, hogy felsőházba szerepeljünk, tehát egy percig nem gondolkodunk ezen, de ha végül is úgy sikerül, akkor viszont tényleg duplán számítanak ezek a pontok. Nem rossz csapat, látjuk, kikapnak ugyan ők is, de nem nincsenek a mérkőzésen lemosva, vannak rutinos játékosok, nagyon fiatal, tehetségekkel kiegészítve, és csinálják a dolgokat becsülettel, ilyen most a játékos keretük, vagy lehet, hogy nekik nincs szerencséjük. A második fél időben voltatok 5 gólos hátrányban is, viszont időn túli 7-es dobtatok a győzelemért, akkor most félig tele vagy félig üres a pohár ezzel az egy ponttal? Félig tele van, abszolút elégedett vagyok a csapattal, főleg úgy, ahogy eljöttünk, ilyen felállításban még nem nagyon játszottunk, amit kértem, azt teljesítették, úgyhogy azokat a játékelemeket, amik viszonylag újabbak még nekünk, azokat próbáltuk gyakorolni, és szerintem úgy, hogy működött, voltak benne hibák, de szerintem úgy megyünk haza, hogy ma is tanultunk valamit. Mi nem működött akkor, amikor 5 gólos hátrányba kerültek, és mi kezdett el működni akkor, amikor sikerült kiegyenlíteni? A második fél idő első részébe kerültünk hátrányba, ott szándékosan pihentettem a játékosokat, és olyanok kerültek be, akik még ennyire se vannak a játékban, úgyhogy szerintem az annak köszönhető, és a végén pedig azt szerettük volna, hogy frissebbek legyünk, az utolsó 5 percben frissebb, jobb döntéseket tudjunk hozni. Szerintem ez úgy, ahogy a végére összejött, viszont a hetes az kimaradt, azzal nagyon nem foglalkozok, én örülök, hogy elvittük az egy pontot, és elégedettek vagyunk. Fiatal csapat vagytok, van 5 fordulóból 5 pontotok, elégedettek vagytok, ezzel is mi a célja ennek a csapatnak? Hát ugye mindenképp a fejlődés, és a többi csapathoz mérten alakul a bajnokság, igazából nyilván cél az, hogy minél fentébb végezzünk, de nekünk a prioritás az első osztályi ifi csapatunk, tehát az a bajnokság, és nyilván ők játszanak itt is, itt pedig az, hogy aki ott talán kevesebbet játszik, vagy nem annyit tudott tapasztalni, itt még inkább tapasztalatokat szerezzen a többiekkel együtt is, igazából ez a cél. Megvan az első pont, 2 szeretetek volna egyet belőle, de hát, hogy Tamás mondta, ennek is örülhetek, hiszen ide-oda fordulhatott volna a végén a meccs, te bent hogy élted meg a pályán? Hát először is gratulálok a Debrecen csapatának, igazán kis pörgős fiatalos csapatról van szó, akik hát sajnos elraboltak tőlünk egy pontot, de itt, ha a végét nézzük, akkor mi meg tőlük mentettünk egyet. Hát én belül úgy éreztem, hogy ez a meccs meg lesz, szerintem mindent megtettünk érte, meg kell próbálni ezeket a periódusokat, amikor 5-10 percig megáll a támadójátékunk, és sajnos ezzel egyúttal a védekezésünk is rossz irányt vet, és ilyenkor mindig, amikor ellépünk, visszajönnek, és most is így történt, és így a végén visszajöttek a játékba, és a saját hibáinkat kihasználva megfordították a mérkőzést, és X-re mentették a mérkőzést, és majdnem meg is tudták fordítani. Ugye 5 meccsen vagytok túl, gyakorlatilag mind az 5 meccs a végjátékban dőlt el, mondhatni, mintha modelleznétek ezt. Segíthet a következő meccseken az, hogy gyakorlatilag folyamatosan ilyen végjátékot játszottok? Őszintén jó lenne már egy kicsit könnyebb mérkőzés is, ezt is meg lehetett volna őrizni az 5-6 gólos előnyt, vagy növelni. Én úgy gondolom, hogy az egy jó dolog, hogy szoros meccseket tudunk játszani, és ott vagyunk minden csapattal egymás ellen a győzelemért. De ezeket a hibákat ki kell javítani, és akkor nem lesz kérdés, hogy kinek az oldalán fog billenni a végén a mérleg.
a miénken. És innen már reméljük felfele megyünk, most már félig megtört az átok, jövő héten pedig teljesen meg fogjuk törni, és onnantól elindulunk most már egy felfelő vezető úton, remélhetőleg. Azt korábban is beszéltük, hogy edzés munkával nincs gond, a hangulattal nincs gond. Ugye ilyen átalakulás az elmúlt években nem volt Nyírbátor, vagy ennyi új játékos érkezett volna. Ahogy telik az idő, azért kezditek egyre jobban érezni egymást. Igen, kellenek az edzések. Az edzések, edzés munka az teljesen jó, a többiek járnak edzésre is. De ezek a meccsek, ezek a szoros meccsek megtanítanak minket még jobban bízni egymásba, és a kapcsolatokat erősítik. Nyilván, ha könnyebb lenne és vezetnénk sokkal, akkor mindenkinek a teher lejönne a válláról, de így lehet a legjobban összekovácsolódni, és remélem, hogy ez most már meg is fogja mutatkozni 60 percen keresztül a pályára, nem pedig, ahogy ma is láthattuk, 45-50 percig, és akkor nem lesz probléma. A forduló további eredményei a következők: Balmazújváros Hajdúszoboszló 34-36, Hajdúnánás Kisvárda 29-27 és Hajdúböszörmény Szike Nyíregyháza 30-30. A tabella élén a 10 pontos Hajdúszoboszló áll, megelőzve a 9 pontos Nyíregyházát. Az 1 ponttal 7. Nyírbátor vasárnap a pont nélkül utolsó Kisvárda otthonában lép pályára. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.